A 2014. évi parlamenti választásokkal kapcsolatosan a televízió műsorszolgáltatást felügyelő szervek nem fogalmaztak meg különböző iránymutatásokat, etikai kódexeket. Hangzott el a kuratóri műlésen. Ebből adódóan a televízió a törvényekben rögzített előírások alapján készítette el irányelveit. Munkája során pedig közel 15 törvényi rendelkezést kellett, hogy betartson annak érdekében, hogy feladatát maradéktalanul elláthassa. Az irányelveket tartalmazó szabályzat tartalmazza az általános szabályok mellett, a televízió munkatársaira vonatkozó szabályokat, a műsorkészítési alapelveket, a képújságban közzétett információk, a televízió különböző műsorében közzétett információk, illetve a jelöltek számától függő stúdió-vitaműsor lebonyolításának szabályait. A dokumentum a műsorszolgáltatásra jogosult szervezet irányító testületeinek jóváhagyását is tartalmazza, miként az együttműködést a választást lebonyolító bizottságokkal, szervezetekkel. Fontos kiemelni, hogy a televízió elsődleges feladatának a pártok, jelölőszervezetek, jelöltek és programjaik bemutatásával látja el közösségi feladatát, illetve az objektív tájékoztatás kritériumait tartja elsődlegesnek. Politikai reklámot és politikai hirdetést nem tesz közzé, de a képújság oldalain meghívott közöl a jelöltek kampányrendezvényeiről és a híradó keretein belül beszámol azokról heti maximum három, napi maximum egy alkalommal jelöltenként. Terveik szerint stúdióvitára adnak lehetőséget azoknak a jelölteknek, akiket a választási bizottság jelölté nyilvánít. Ez utóbbinál fontos megjegyezni, hogy annak lehetősége és módja alapvetően a jelöltek számától függ. A kuratúri műlésen jelenlévők abban is döntöttek, hogy a jelöltek számának függvényében, e témában a következő kuratőri műlésen határozatot hoznak. A televízió vezetésének elsődleges célja, hogy az általa jelöltek számára biztosított felületeket a jelöltek saját maguk és jelölő szervezetük programjának ismertetésére használják fel. A kuratörő műrésen beszámoló hangzott el az NMHH által kiírt pályázatokról, a kuratórium elnöke pedig elmondta, hogy sikeresen pályáztak a működés biztosító média tanács által kiírt pályázaton, amelynek keretén belül 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. Lezajlottak és megtörténtek a műszaki pályázatok beruházása is, így a műszaki park 8 millió forintos eszközállománynal gyarapodott. Döntés született arról is, hogy a média tanács határozatát figyelembe véve 2014. február 15-től a televízió képújsága alatt a rádió helyett zenét köteles szolgáltatni. Elemezték a költségvetés jelenlegi helyzetét, és a kuratőm elnöke arról számolt be, hogy az önkormányzat biztosítja azt a finanszírozást, amely a Tatai Televízió éves működésének garanciáját teremti meg, és amely arra is tekintettel van, hogy sikertelen pályázatok esetén is megtartható legyen a jelenlegi műsorrend, hisz ezt korábban az évek gyakorlat megfelelően NMHH-s pályázatot buloldották meg. A kuratóriumi az aktuális teendők áttekintésével ért véget.